Oké. Tehát magákon. Nagyon egyszerű. Nem egy inuit. Kéz lendít. Ha a kezedet nézed, sokkal nagyobb vízben tudsz lendíteni, és sokkal hátrébb lendítesz, hiszen a gerincoszlopod is követni fog. Ha nem nézed, nem fog követni a gerincoszlopod, csak huppalsz. Jön a vonat, úgyhogy hangosabban beszél. Következő a lényeg, gyakorlásnál elég, ha kicsit kifordítjuk a csípőt. Mély, kifordít egy picit a csípő. És mint egy hátraút, hátra megyünk. Cigánykerekezünk egyet hátra. Előről meg tudod kicsit magad lőtni, hogyha ezt begyakoroltad természetesen. Ezt csináld meg vagy 15-ször. És előről meglököd magad, kezed a vállaid, vonalába lesz, hogy is lehetne máshol. Meglököd magad, és hátra mész. Ilyenkor eleinte még nem kell nézned a kezedet, csak arra koncentrálj, hogy a mozdulat berögződjön. Lábad úgy lendüljön, karod, oldalad, csípőd. Fontos, a csípő is követi a láb fejedet. Szóval, mész! És így szép oldalasak. Eleinte nyugodtan lehet oldalas, később viszont próbáld meg minél jobban hátrébb lökni a kezed, és nézni a kezed vonalát. Persze ezt már csak, hogyha jól begyakoroltad az alábbiakat. És nézed. Szépen. Szépen. És ezt elküldjük avanszádónak. Csak már én sem tudom meg. Ja, ilyen egyszerű. Akárkor. Vágás. Nee. Vágás.